Gitáros előadó a színpadon népi viseletben játssza a dallamokat. Ugyan ő már a grill előtt, ahol ruszinétel készül. Mi Kárpátalján élünk javarészt, onnan vándoroltunk, mi szerte szét a világban vagyunk, Angliában, Görögországban, itt Magyarországon rengetegen, és mi fönt vagyunk Kárpátalján a hegyekben, a Hoverlát szoktuk rengetegszer megmászni a Hoverla hegyet, igazából nagyon ez a nép, ilyen népi csoport vagyunk, hogy fönt a hegyen, a kecskékkel, lovakkal és hasonló állatokkal, akik meg tudják mászni a hegyet, azokkal gazdálkodunk. Pécset mintegy 150 ruszinél jellegzetes ételüket készítették el a fesztiválon. Jelenleg ruszin saslikot sütünk, ez az egyik specialitásunk. Ez ecetes pálcban van, nagyon különleges ecetes pálcban. Ezt nem szokta a többi nemzetiség csinálni. Például most az örmények, azok teljesen máshogy pálcolják be ugyanezt a saslikot. Nekünk ugye a pálcolás a különlegességünk, illetve mellettünk található káposztás gombaleves, és a másik oldalon ruszin csilisbab. Gyöngyösi Ferenc a ruszin nemzetiségi önkormányzat új elnöke. Még mindig fiatalnak számít a román önkormányzat Pécsen. Ők szintén képviseltették magukat a fesztiválon. A pécsi román önkormányzatról azt kell tudni, hogy most kezdjük majd a második ciklusunkkal. Ugye már 4 évvel ezelőtt indultunk, és most újra választottak bennünket. Nagyon kevesen vagyunk Pécset, úgyhogy ha valaki esetleg nemzetiségben úgy érzi magát, akkor mindenképpen keressen meg bennünket, mert nehéz fellelni. Itt ugye ezzel a környéken én gyulai lány vagyok. Ugye ott ugye adott nekünk ott nagyon nagy a tábor, és hát én onnan kerültem ide, és itt szerettük volna tovább vinni, hogy aki itt az a pár ember, aki itt van, azért mégiscsak éreztesse azt, hogy itt vagyunk mellettük, és tartjuk a hagyományokat. Ennél a pultnál sem maradtak el a finomságok, amiket minden érdeklődő megkóstolhatott. Az alapételt, amit hoztuk, ez általában nagy jókednek örvendít, vagy hát ilyen szokták szeretni, mert ez egy jó ízű hús, ugye? Illetve a puliszkát mindenképpen be akartunk tenni. Tavaly is főztünk már ezt a hagymával, kicsit sajttal megbondott puliszkát, illetve az idén gondoltam azokra is, akik esetleg már érzékenyek, hogy az alapuliszkával mindenképpen tej van, ezért csináltunk egy olyat, ami növényi teljes és édes, és hát mivel másra, mint áfonyalekvárral kínáljuk. A választások után újra indulunk a következő 5 évre, úgyhogy nagyon köszönünk a szavazásokért a választópolgároknak. Nagyon tetszik ez a nap, az mindig öröm, és évre-évre mindig jobb, és kreatívak az emberek, és mai kínálatban van egy étel, ami minden évre kérnek, hogy az legyen, az a répás kence. Van új salátunk, a ciklasaláta, és van egy túros háromféle sajta keverve még majonézzel. Ez is ilyen kence, ami igazából mindenhez jó, a hústól kezdve, de magából is. Az ukránok mellett a horvátok kínálatával találkoztak az érdeklődők. A nemzetiségi önkormányzat tagja azt mondja, korábban már szervezett hasonló eseményeket. Valamikor ez 14-15-ben indult el egyébként egy nemzetiségi piknikként, amikor azt találtuk ki annak idején még talán nemzetiségi tanácsnokként, hogy ugye a városban vannak különböző nagy csomópontok, és itt van egy csomó nemzetiség, és menjünk el a különböző nagy csomópontokkal, ilyen nemzetiségi piknikkel. Voltunk Uránvárosban, Kertvárosban, itt a Széchenyi téren, voltunk itt a Jókai téren, voltunk kint messzesen is, és abból indult ez végül is tovább. Akkor az volt a lényeg, hogy az emberek ismerjék meg azokat a nemzetiségeket, amik a városukat lakják, hiszen Uránban voltam bácsik, aki időt hozzám, azt mondta, nem is tudtam, hogy ilyesmi van a városban, hogy ennyi nemzetiségünk van. Szóval ez egy ilyen indítatás volt, vagy indulás volt. Azóta a nemzetiségi piknik egy nemzetiségi hagyományőrző fesztiválá bővült. Egy fő változik, Szigrisz Adén az, aki nem kívánt indulni ebben az évben, és helyette Klein Karina, aki a tagja, az összes többi tag az megmaradt, akik voltunk régen. Ugye október 11-én lesz majd az első nagyobb összejövetelünk, akkor döntünk majd elnök, helyettes, meg egyéb személyekről, és hát várjuk a lehetőséget, hogy tudjuk tovább menni majd. A mai napon hagyományos fáb dolgokkal készültünk, van stifolderunk,
van ilyen, hát ez lakodalmas kalácsnak hívják, ugye sváb lakodalmakban szokt előfordulni, és hát fröccsel is készültünk. Az a szerencsénk, hogy jó magam is a Kochfalai Récskök Központban dolgozom, és sikerült olyan, most már nem is pályázunk, hanem sikerül olyan maradványpénzekből elérnünk azt, hogy néhány gyerekkel szoktunk egy projektet végrehajtani, ennek az a címe, hogy Schweingehabt, malacod van, de ugye benne van a Schwein és a Wein szó is, és hát ezekkel a gyerekekkel saját bort és saját stifoldát szoktunk készíteni, és ezt kínáljuk itt a közönségnek. Különböző zenék, ételek, ízek, öltözetek a Széchenyi téren. Ez a sokszínűség jellemző Pécsre is, mondta az önkormányzat nemzetiségi tanácsnoka. Különböző ételeket fogyasztunk, ez is kiegészíti egymást, tehát valahol az előétel van meg, valahol a desszertet készítik el, valahol meg a főétel az, ami igazából nekik a nemzeti étkük, és ezekből adnak kóstolót. Szerintem pont ettől szép Pécs városa, hogy így kiegészíti egymást a nemzetiségek, ez a sokszínűség, ami a városban van, ami a különböző épületek, a különböző hagyományok, ezek mind Pécs, és én szeretem Pécset, és örülök neki, hogy a nemzetiségekkel együtt dolgozhattam. Az önkormányzati választások eredményétől függően a különböző nemzetiségi önkormányzatokban lesznek változások októbertől. Erről is szól ez a nap idén, mondja a szintén leköszönő politikus. Valaki leköszön elnökök közül, valaki ugye nyugdíjba vonul, úgyhogy tulajdonképpen nem lesz már teljes a csapat a következő részben. Így gondoltuk, hogy egy nemzetiségi alapot, ami itt az elmúlt 5 évben sikerült elérnünk, például a nemzetiségi ösztöndíj program, amit kifejezetten a nemzetiségi önkormányzatok kértek, szeretnék, hogy ez a továbbiakban is fennmaradna, és ezek a rendezvények, hagyományok, amit az elmúlt években sikerült megvalósítanunk ezeket, szeretnénk, hogy a továbbiakban is folytatnák a nemzetiség önkormányzat, illetve majd az új nemzetiségi tanácsnak. Jelenleg 11 nemzetiségi önkormányzat tudott megalakulni Pécset. Ők mutatták be saját kultúrájukat, ételeiket, és vendégelték meg az érdeklődőket a pécsi Széchenyi téren szeptember 7-én.